Sziasztok, Picuska vagyok. A tegnap beígért képet fogom nektek most elkészíteni. Fogadjátok szeretettel. Veszek egy lapot, mégpedig 800x600-osat, leokézom. Megyek a szűrőkre, szűrők, maszk. A masznál már nekem bejelöltem a maszkot, majd fel fogom tölteni a csoportba. Itt a masznál kijelölök egy szint, mégpedig ami nekem tetszik. Hát ez a leckéhez ezt a bordó szint jelöltem ki, és leokézom. És ugye itt a bordó szín, és leokézom. Most megyek a szűrőkre ezen belül. A torzítás, ezen belül a görbe. A görbénél ezt teljesen ide felhúzom, és leokézom. Mi odafigyelünk, hogy itt a vízszintes tengelyben legyen a pipa, és ebből különböző alakzatokat lehet készíteni. Én ezt a tegnapi lecke alapján készítettem most, de akár függőleges tenget is be lehet jelölni. A ti képzeletetekre bízom ezt, hogy hogy készítetek el, és leokézom. Na most, amikor leokéztam, megyek megint a szűrőkre, de hogyha valakinek nincs meg ez, akkor nem muszáj, tehát így is jó lesz. Megyek a szűrőkre, ezen belül egy bővítményre, mégpedig a deformáción. Deformáción belül a váve, ezt jelölöm meg. A vávénél, a vertikálnál, itt a felsőnél egy 15-öst adunk neki, az alsónál pedig egy 10-est. Mert itt az a lényege, hogy egy kicsit ezt így meghullámosítsuk. A többi az marad nulla, leokézom, és most itt megyek az átlátszó színre, leokézom. És még egyszer megyek, most pedig belekattintok ide a közepébe, és leokézom, és így lesz, így kaptuk meg ezt a dolgot. Most ezt lekicsinyítem, mégpedig 800-szor felére, mégpedig 400, és akkor leokézom. Nos, mi történt? Még egyszer átlátszó szín, és igen, igen, ez történt. Semmi baj, hogyha ez történik, akkor még egyszer átlátszó szín, és akkor leokézom. Most megyek, veszek egy új lapot, mégpedig 800x600-asat, leokézom, befestem ezzel a szürkével, amivel az előbb festettünk, leokézom, bödön, és beöntöm. Most leteszem a bödönt, ezzel a kijelölő kis nyilacskánkkal, utána pedig másolás, ezt másoljuk, ezt ide, ebbe. Mégpedig másolás. Most úgy próbálom nektek ezt elmagyarázni, hogy meglátjuk, hogy milyen lesz. Ez ide alulra jön, és még egyet bemásolok, még egyet megfordítom magamnak, ez így van, igen, csak itt most rózsaszín lett a domináns. Attól függ, hogy a maszkot hogy helyezzük be, tehát hogyha a maszkunkat, itt a rózsaszín lett a domináns, de nem baj, így is szép, így is nagyon szép. Most azt is csinálhatjuk, hogy ezt összevonjuk. Ezt összevonom, rákattintok a felső rétegre, jobb gomb, egyesítés az előző réteggel, és már össze van vonva. És akkor utána rákattintok ide a felső rétegre, réteg, megkettőzés, és már itt is van a rétegünk. Most már csak ezt meg kell, hogy fordítsuk, és készen is vagyunk. Tehát az előző leckében nem ilyen volt a leckém, mert fordítottja volt. Ez volt rózsaszín, ez pedig bordó, de így is nagyon szép. Próbálunk odafigyelni, hogy normálisan rakjuk össze ezeket a képeket, vagyis
itt azért egyezzenek a dolgok. Tehát ezt most lerétegezem, úgy nézem, mintha jó lett volna, egyesít minden réteget. Igen. Ezt addig leteszem, hogy ne zavarjon meg bennünket. Most ezt megkettőzöm. Rákattintok, réteg, megkettőzés. Rákattintok a felső rétegre, szűrők, torzítás és ellipszis. Kaptunk egy ellipszist, ez így nekünk nagyon jó, de hogyha még egyszer szeretnénk, akkor ezt még egyszer rákattintunk, szűrők, tehát kétszer is lehet, torzítás, ellipszis, és akkor egy ilyen rombusz alakút kapunk, mégpedig most rámegyünk a rétegre, adunk neki egy árnyékod, beállítások, hetes árnyék, és oké. Okay. És most rámegyünk itt a felső rétegre erre. Erre a felső rétegre. Megyünk a szűrőkre. Szűrők és a flaming pár. Flaming páron belül a flodra. A flodon belül pedig ezeket a beállításokat használjuk. Itt lehet itt pozgatni aztán a vizet. Hát akármilyenre. Nekem mondjuk ezt tetszett, ez a vízmozgatás. És akkor ezeket a beállításokat nézzük és leokézzük. Amikor leokéztük, itt megjelent ugye a víz. Megjelent a víz, és akkor már nincs más dolgunk, hogy beillesztjük ide a kellékeket. Másolás, rákattintunk, és őt másoljuk, és akkor igen, és akkor ide is rákattintunk, beilleszti, jaj, nem lett jó. Másolás, beillesztés, már jó lett. Megfordítjuk a csajunkat, igen, így megfordítjuk. Most pedig behelyezzük a rózsát. Nem, hát ez jött ide, mindegy, másolás, rákattintunk, beillesztés. Nekem így is tetszik, de én így inkább megfordítom. Igen, így megfordítom. És a lánynak még adok egy árnyékot, rákattintok, réteg, beállítások, árnyék. Oké, okay. És ennek a virágocskának is réteg, beállítások, árnyék, és oké. Okay. Utána pedig van még egy dolgunk, még egy virágunk. Igen, itt van a virág, másolás. Ide kattintunk, mindig ide a felső részbe kattintunk bele, amikor ide akarjuk rakni a dolgokat. A virágunk. Ezt egy kicsit lekicsinyítjük, szabad átalakítás, tehát ezzel rákattintunk jobb gombbal erre a rózsára, és akkor itt lekicsinyítjük. Mégpedig 70%-ra, vagy 71. És megdöntjük a víz irányába, mondjuk így, talán így jó lesz, oké. Okay. Kihúzzuk a külsejére, és így jó is lesz nekünk most már. Igen, talán. Igen, és ezzel meg is volnánk, most már nem kell más tennünk, mint ráírjuk a nevünket. Megnézzük, hogy hol a nevünk. Picuska, másolás, beillesztés. Ez egy nagyon egyszerű lecke volt, szerintem nem olyan bonyolult. Ezt lekicsinyítem most egy kicsit 50%-ra. Mindegy. És ide behelyezem. Nem kell, hogy a nevünk kivalkodó legyen. Most pedig lerétegezem, egyesít minden réteget. Adunk neki egy keretet. A keretünk kép, külső keret legyen egy erősebb,
amit innen veszünk ki, utána kép, külső keret, legyen egy világosabb, mondjuk a csajnak a ruhája, és megint egy erősebb kép, külső keret, egy erősebb, mondjuk itt. Hát ez nem annyira erős. Most eltévedtünk, mindegy. És akkor ezzel el is készültünk. Az előző leckében megmutatom még nektek, hogy máshogyan készítettem ezt a képet, mégpedig len. Na, ez már nem kell nekünk, ezt kis kattintom itt. Ezt megmutatom nektek. Az előző leckében teljesen más lett, mert ez lett bordó, ez pedig rózsaszín. Nem tudom, hogy néz ki jobban, mindegy, így is nagyon szép, de hogyha visszamegyek, mert ezzel ugye vissza tudok menni, ezzel teljesen vissza tudok menni. A maszkig, tehát szűrők, fotomaszk, és akkor az volt, hogy a másikat vettem, tehát a másik könyvecskére kattintottam, és akkor szűrők, torzítás, tehát ezt azt akarom szemléltetni veletek most, hogy nekem például itt mutatom, ez a rész, és ez a rész, tehát én felcseréltem. Most a másik könyvecskét használtam, akkor a leckében pedig szintén a másikat. Tehát itt lett ez rózsaszín lett, most meg nekünk pedig ez bordó lett. Úgy készítitek, ahogy szeretnétek, ahogy nektek tetszik, hát nem tudom, hogy szebb, hogy nem. Tehát ezt ismét megmutattam nektek. Remélem, tudtam segíteni, most már nem kell más csinálni, mint elmenteni. Elmentjük ezt, mentés másképp és jépekbe elmentjük. Rózsaszínű álomnak neveztem el ezt a leckét. És akkor jépekbe mentem el. Mentés. Oké. És további szép napot kívánok nektek, és jó munkát a leckéhez. Sziasztok! A következő leckémmel lehet, hogy meg fogom csinálni azt, hogy egy kicsit a vizet meghullámosítom.